Téged ez érdekel? Hogy előtte? Hogy hány párkapcsolata volt előtted? Hát igen, azért... A statisztikailag sok mindent elárul egyébként. Fontos, ha látom a számot, meg tudom mondani. Egyébként meg nem. Ez nem mindig, ha felmerült, ugye sok esetben ugye a beszélgetések során, hogy figyelj, te hány lányal volt, te hány fiúval, és amikor nekem kellett először mondani számot, mindig gondolkodtam, és megmondjam a valós számot, mert az akkor inspirál, vagy nem, de te nem tudom, inspirál, vagy sem. Tudjátok, hogy erre van egy szabály, a nők mindig hárommal kevesebbet, a férfiak hárommal többet mondanak. Hát nem, ma már 13-mal mondanak kevesebbet szerintem a nők, de... Hát csak, hogy mi a párkapcsolat, ugye? Na jó, arról számokat akarok, mennyi az elfogadható szám? Néha ott látsz egy 500-as számot egy hölgynél, akkor nem biztos, hogy rámész egy hosszú. De legyen két jegyű, vagy... Én biztos, hogy két jegyű, kell, hogy tapasztalata legyen, anélkül szerintem. Igen, tehát fontos kérdés, hogy azt kérdezted meg, hogy hány kapcsolatuk volt, vagy hogy hány embere voltak az életükben? Hány embere volt az életükben? Voltak, azért mind a két esetben van ennek a függvénynek egy ilyen inflexiós pontja, miután már ugye nyilván nem annyira csábító. Tehát, hogyha valaki mondjuk tapasztalt, az nem baj. De honnan tudod? Több ízét fogott, mint kilincset, akkor az sok. Jó mondja a Pisti. Tudjuk mi nők, hogy mit hazudjunk. Tehát mennyit tudtok elfogadni? Szerintem 50-nél többet nem. 50-nél több ne legyen. Nem? Nekem azért az ötvenre azért megfogalma. Neked egyébként nem elég engedékeny vagy, ez nekem is egy kicsit. Ez hány éves? Jó, de most mondom, ez a 35-40. De te most a Gábor Zsazsáról beszélsz? Most lehet, hogy én tök normális életet éltem, amíg nem kerültem be a média, nem, de tényleg, én kiszámoltam, az 50 az úgy jön ki egy 40 éves férfi esetében, rém egyszerű. Nőnél is? Igen, nő, szerintem. Hát ha én 40 éves koromig mondjuk annyi nővel voltam, akkor azt mondja, hogy... ahhoz kellett köszönöm, igen. 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 Tehát hogyha ezt 18 éves korunktól számoljuk, mondjuk számoljunk egy ilyet, akkor ha te évente két hölgyel és vagy férfival vagy, azért az nem olyan sok. Hát jó, ugye? De azért a számod már ki 40 éves korodig. Tartó párkapcsolatokat nem számolsz be. Ebben nem menjünk bele, mert furcsa számokat kapnak. Így van. Hát, egy párkapcsolat mellett. Igen, vagy közben. Neki viszont az van, hogy hogy az életkor itt viszont tényleg nagyon fontos. Tehát, hogy a 18 évesen mondja neked valaki azt, hogy 50 vagy 50 évesen, akkor hogy 50. De most a korosztályunknál maradunk. Itt ilyen 35-40. 50. Ott. Neked sok az 50, Csaba? Hát az előző logikát levetít. Hát ez évi 2-3 kapcsolat, már ezen, akivel együtt van az ember. De egyébként nem? Amúgy nem olyan vészes. Ha? Hát most őszintén, 3-4 havonta vagy egy új személlyel, hát azért, az nem egy nem túl erős adat. Na jó, de most sorbál az 50 csávó az ajtón, hogy bemutatom, Józsi, Béla, azért az 50 az nem olyan azért kevés. Azért sokára lenne vége. Tehát azért ott lehet, hogy a viszont ha keveset mond, akkor is el kell gondolkodni, hogy miért pont ilyen kevés. Hát igen, neked ilyen. Mennyi? Akkor ez egyértelmű, hogy neked az 50 sok az 50 lenne. Az brutál. Tehát azért egy normális gondolkodó, tehát most próbáljunk meg egy picit... Igen, nem feltétlenül realisztikus lenni. Igen. Tehát legyen reális. Hogy mondjuk tényleg nem a kilincsnél többet fogott, akkor és ha mondjuk egy 6 éves párkapcsolat, és mondjuk több párkapcsolata volt, ami évekig tartott. Őszinte választ kért. Nem én bele, hogy hány fok van most Ugandában. Szerintem azért hát ilyen 10 és 10, tehát azért egy... Szerintem is ezt szeretnénk hinni kb. Ez van a reális. Jó mondja, csak ezt szeretnénk hinni. Ami egy jól néz neki. Mondjátok már, mert mi azt szeretnénk hinni, hogy volt neki középiskolában egy csávója. És mindenki járt 5-10 évig. Volt egy. Igen, ez egy ilyen szép dolog, amit így elhinnénk szívesen. És akkor a végén megtalált minket. És hát jó, de én akkor is azt gondolom, hogy neked nem kell számot mondani. Most nekem azt mondaná a Várkonyi Andor, hogy hát fie, 57, ha leesnék a fotelból. Nem kell elragnálni. Én magam is leesnék. Na, de hogy érted, mit mondani? Tehát van olyan, aki nem feltétlen olyan, tehát hogy tehát én azt gondolom, hogy mondjuk nagyon meglepne a Várkonyi Andi, hogyha mondjuk... rossz az 57, meg az, hogy mondjuk adott esetben valaki ezeket az élethelyzeteket kipróbálja. Az ő minőségéből nem azt mondta, hogy rossz ér, vagy jó, nem hanem az én választási metodikám szerint, nem, tehát ha azt mondod, hogy hát fél 50 felett vagyok, gondolkoznék rajta, hogy jaj, mennem hogy vajon ő az, aki... Hogy jött ki ez? Hát igen.